Ötödik alkalommal tartották meg az Ifjú Múzsák Fesztivált Kecskeméten. A kétnapos esemény első napján történelmi társas táncok bemutatójával, egy fúvós együttes koncertjével, valamint zenés mesejátékkal várták az érdeklődőket. A második napon, azaz pénteken magyar népi táncokkal kezdődött a program, televíziónk egy képzőművészeti kiállítás megnyitóján és egy osztrák-magyar vegyes kórus koncertjén volt jelen. Az apropója az a rendezvénysorozat, amely már tulajdonképpen tegnap elkezdődött, és a mai kiállítás megnyitóval, illetve az esti koncerttel ér véget. Tehát ez az 5. Ifjú Múzsák Fesztivál. Dr. Smuta Attila hozzátette, hogy a fesztivált egy speciális koncerttel zárják, hiszen egy kecskeméti és egy osztrák együttes is fellépett. A rendezvényen az Innerville Kecskemét Egyesület adományokat is gyűjtött, amit az úgynevezett gyógyszerbank projekt részére ajánlanak fel. Az Ifjú Múzsák Fesztivál keretében kiállított alkotásokat az Innerville Egyesületnek kínálták föl az alkotók. A képeket adományért szeretnénk olyan mecénásoknak adni, akik ezzel a gyógyszerbank projektünket kívánják támogatni. A Kecskemét Innerville Egyesület gyógyszerbank projektjének az a lényege, hogy a rászoruló gyermekeknek a gyógyszertári költségeit 3000 forint értékben átvállaljuk. A kiállítás megnyitóját követően már az osztrák-magyar koncertek következtek. A koncertek jellegéről Tomás Kránebittert kérdeztük. Mindig nagyon színes programot válogatok össze a kórusomnak. Először is egyházi vokálizenét fogunk hallani, utána tánczenét és legvégül népzenét, onnan, ahonnan én jövök. A kórusvezető hozzátette, hogy már nagyon régóta, közel 20 éve vezeti a főiskola kórusát. A színes programokkal teli kétnapos rendezvényt eddig 5 évente rendezték, így legközelebb várhatóan 2022-ben lesz Ifjú Múzsák Fesztiválja Kecskeméten.